Sziasztok! És itt a decemberi beharangozó videó, ez az, mire is számíthatok decemberben három dologra is. Gyorsan végig sorolom, hogy mi ez a három dolog, és utána részletekben meg elmondom, hogy miről is fog szólni. Első, érkezik egy új játék a csatornára, méghozzá az Avatar. Kettő, 2 éves lesz a csatorna december 5-én, és egy nyereményjátékkal fogjuk megünnepelni. Három, érkezik valami karácsonyos díj, és azzal kapcsolatban is megtartunk egy karácsonyi különkiadást. Na de akkor nézzük részleteiben. 1. Avatar játék. Fú, gyerekek, nagyon régóta tudom már, hogy ez decemberben meg fog jelenni, és nagyon-nagyon várom, hiszen iszonyatosan látványos. Közben fut már a háttérben az előzetese, hogy ti is lássátok, hogy mégis mire számíthattok. Tehát már nagyon-nagyon régóta várom, és iszonyatosan látványos lesz. Nagyon-nagyon szép grafikával számolhatunk, szuper történettel, meg hát Avatar, gyerekek. Én direkt nem néztem meg a második részét a filmnek, mert tudtam, hogy majd érkezik a játék, és direkt előtte akartam megnézni, tehát nektek is javaslom, hogy az egyet és a kettőt pörgessétek végig, ha van időtök, a stream előtt. A játék pontos megjelenését is kiírom ide a képernyőre, valamikorra, akkortájra fogjuk az első streamjét beütemezni. És akkor kezdjük a másodikkal, méghozzá, ugye december 5-én lesz 2 éves a csatorna, mert hogy 2021. december 5-én volt az első videokamerás stream, így élőben veletek, és innentől számolom. A pontos dátumát még nem írom ki, hogy mikor lesz az ünneplés, de valamikor természetesen akkor tájt, de a szokásos helyeken, tehát a csatornán hatalmas betűkkel, meg a menetrendben hatalmas betűkkel ott fog virítani, hogy mikor is fogjuk ezt közösen megünnepelni, és ahogy mondtam, egy nyereményjáték érkezik hozzá, ami arról fog szólni, hogy tesztelem a tudásotokat a csatornával kapcsolatban, és lesz 3 helyezett, az első helyezett kap egy Assassin's Creed gulacsot, illetve egy odvasfa bögrét, természetesen aláírásokkal megspékelve, a második helyezett kap egy odvasfa bögrét, szintúgy aláírás, és a harmadik helyezett kap egy odvasfa baseball sapkát. Tehát készüljetek, nagyon jó kis kérdések lesznek, nagyon izgalmas kis kvíz lesz ez. És a harmadik pedig a karácsony, ahol majd ti választhatjátok, hogy melyik játékkal játszunk, és közösen egy kis karácsonyi hangulatba öltözve játszunk egy általatok választott játékkal. Nagyjából ezekre számíthattok decemberben, mint pluszok, amik érkeznek a csatornára. Én nagyon-nagyon várom, szerintem nagyon izgalmas lesz. És aki meg nem szeretne lemaradni, ne felejtsetek el rányomni a feliratkozásra, illetve a kis harangra, és találkozunk a streamekben, illetve a videókban. Köszönjük, hogy megnéztétek! Sziasztok!